a vasdorong az úgy látszik, hogy ennek a mozgalomnak a történetét végigkíséri. Hivatalosan is kiderült, hogy itt a mögöttem látható józsefvárosi Fidesz irodát szélső baloldali antifa bűnöző verte szét múlt héten. Erről számolt be Kocsis Máté Facebook oldalán. Ezen a felvételen az látszik, hogy az elkövető egy kis gondolkodás után megragad egy vascsövet és nekiesik a Fidesz székháznak. Kocsis Máté bejegyzése pedig arról szól, hogy a tettes egy bizonyos Eny Tamás, aki Jámbor András és Pikó András aktivistája. El kéne gondolkodni, hogy ennek a szervezetnek a magyar közéletben, józsefváros közéletében van egyáltalán helye. Én azt hiszem, hogy az elhatárolódás és a bocsánatkérés a polgármester oldaláról mindenképpen indokolt.